Köszöntöm Önöket, Apáti Bence vagyok, a főhős látják a Hír TV Sztár magazinját. Hőseink főpolgármester jelöltek. Egyikük regnáló polgi Zuglóban, aki megbukott, nem lett belőle miniszterelnök. Ő Karácsony Gergely, aki szinte az összes ellenzéki pártot bejárta. Nyomában lohol Puzsér Róbert, aki inkább hangos, mint tapasztalt. Megmutatjuk ezt. Ön áll a jobb oldalon, képviselő pedig a bal oldalon. Ez nézőpont kérdés. Nem, most körül megcsináljuk, akkor egyből megcsinálódik a helyzet. És ezt is. Öncsél levelet! És ezt sem hagyjuk ki. Nem szerettem volna teljes sajtómagyar előtt kitörni a bokámat, ezért azt gondoltam, hogy inkább talán más módon írom fel erre a figyelmet. Karácsony Gergely egyszer elhatározta, hogy maga mögött hagyja a csúnya MSZP-s időszakot, és ment, mendegélt, amikor egyszer csak elérkezett az MSZP-hez. Ezt a bravúrt mutatjuk most be. Igen, jól látják, ez a Városháza kerítése, az pedig a másik oldalon egy létra. Karácsony Gergely Zugló első embere nagy dobásra készült. A főpolgármesteri hivatal udvarát úgy akarta bevenni, hogy átmászik rajta. De megrettent. Nem szerettem volna teljes sajtómagyar előtt kitörni a bokámat. Ezzel is jelezte, nem kell őt nagyon komolyan venni. Ahol most állunk, ez Budapest főtere lesz, ha megnyerem a főpolgármester választást. Felfoghatatlan számomra, hogy 30 évvel, lassan 30 évvel a rendszerváltás után nem volt egy olyan városvezető sem, aki fontosnak érezte azt, hogy megüzenje a budapestieknek, hogy az önkormányzat az értük van. Nem volt egy olyan főpolgármester, aki fontosnak érezte világossá tenni minden polgár számára, hogy a hivatal dolgozóinak és a helyi politikusoknak az autóinál fontosabbak ők. Arról ugyan nem beszélt, hogy az egyébként is parkolhatatlan belvárosban, mélygarázsban gondolkodik, vagy éppen ingyen taxit vagy bubit biztosítana a hivatal dolgozóinak, de majd ezt is megtudjuk. Azt is megosztotta, hogy az MSZP nagy találmányán az előválasztáson is részt vesz, amely kétfordulós lesz. Egymástól teljes mértékben különböző támogatottsággal, ideológiával rendelkező pártok a saját jelöltjeiket mérettetik meg egymás között, tehát teljesen egy ilyen hibrid előválasztást láthatunk, amire nemzetközi minta sincsen, és általában, hogyha azt látjuk, hogyha a különböző pártok, a különböző támogatottságú politikai formációk mérettetik meg magukat, akkor mindig az az érdekelt ebben az egész előválasztásban, aki a legerősebb, és jelen pillanatban az MSZP a legerősebb a balliberális pártok közül, tehát jelen pillanatban ez az egész előválasztási folyamat kizárólag az MSZP-nek a taktikai húzása, az MSZP párbeszédnek a politikai érdekeit szolgálja. Addig is tekintsük át Karigeri élettörténetét. Karácsony Gergely mindig úgy beszél magáról, mint egy igazi második kerületi polgár. Azt gyorsan elfelejtette, hogy Fehérgyarmaton született és Nyírtason nevelkedett. Azt feltételezzük, hogy erre felhívták a figyelmét, ugyanis még a miniszterelnök jelölti kampányban készítettek egy szívhez szóló nyálas videót. Az elveszett fiú hazatért. A gyerekkorom az egy nyírségi kisfaluhoz kötődik. Hogy én zöld politikus lettem, abban nagyon nagy szerepe van annak, hogy én egy olyan faluban nőttem föl, ahol a legnagyobb természetességgel éltünk együtt, azzal a természettel, ami körbevesz minket. A 43 éves politikus életútja kalandos volt. Az ELTE-n szerzett szociológus diplomát, majd politikaelméletet hallgatott. PhD hallgató is volt, tanított a Corvinuson. És bármilyen meglepő, még a miniszterelnöki hivatal koordinációs államtitkárságán politikai tanácsadóként nyomta 2002 és 2008 alatt. Értik már a szoci kötődést? No meg a liberálist, mert akkoriban Horn Gábor volt az államtitkár, akinek kampányfőnöke is volt. A Medián közvéleménykutatónál is dolgozott, majd teljesen beszippantotta a politika. Geri neve akkor vált ismerté, amikor 2009-ben egy új párt, a Lehet más a politika megalakult. Szóvívő lett belőle, majd a 2010-es választásokra a kampányfőnökségig vitte. Közben összehozták az LMP-t az SZDSZ-szel, és az is kulcskérdés volt, ki finanszírozza a pártot.
Karácsony miatt a pártelnöknek kellett magyarázkodni. Karácsony Gergő például Hont Gábornak volt a kampány stábjának a tagja. Karácsony Gergely a kampányfőnökünk, és korábban szerzett kampánytapasztalatot más pártoknál, ez való igaz. Valamit csak jól csinált a Geri gyerek, ugyanis 2010-ben az LMP már az első fordulóban több mint 7%-ot ért el az országgyűlési képviselőválasztáson. Azt nem mondjuk, hogy az SZDSZ-nél tanították ki a tökéletes kampánymódszerekre, mert a törpepárt akkor esett ki a parlamentből. Az LMP 16 fővel alakított frakciót. Karácsonyból frakcióvezető helyettes lett, aki akkor volt a leghangosabb, amikor a közmédia átalakításáról volt szó, és a média tanács élén Szalai Anna Mária helyett mást láttak volna szívesen. Olyan irányítási jogköre van, olyan utasításokat adhat a média tanács elnöke a közmédiumoknál dolgozó egyéb szereplőknek, ami ellentétes az alkotmány szellemével és betűjével. A párt hiába hirdette, hogy korrupció ellenes, az őszi önkormányzati választásokon mégis gyanús ügyekbe keveredett. Úgy tudni, voltak szimpatizánsok, akik 2-3 ezer forintot ajánlottak egy kopogtató céduláért. Majd egy hangfelvétel is kiszivárgott, amelyen egy fehér megyei LMP-s 150 forintot ígér a cédulákért. Geri nyomatta. Ami itt felmerült, mint gyanú, az nem az ajánló cédula vásárlás, ezt nagyon határozottan szeretném leszögezni, ezt minden törvény tiltja, és messze menőleg elítélnénk, hogyha ez történne bármelyik pártnál, de itt nem erről van szó. Az egyetlen probléma, ami felmerül, az, hogy mondom, a beszélgetésben van egy olyan félmondat, ami nyitva hagyja azt a lehetőséget, hogy esetleg nem adózási szempontból nem lenne makulátlan ez a történet. Frappáns replika. 2011-ben időközi polgármester választást tartottak a második kerületben. Karácsony Gergely simán bevállalta a jelöltséget, és nem lépett vissza az erősebb szocialista jelölt javára. Bukott az olajfa koalíció. Én azt gondolom, hogy az LMP továbbra is a saját útját szeretné járni, és továbbra is önállóan kíván alternatívát nyújtani. Nyilván, amikor ott leszünk a 2014-es választásnál, és pontosan tudjuk a választási rendszer működését, akkor ezeket a kérdéseket újra meg kell válaszolni. 2012 évelején azt kellett bizonygatni a Karácsonynak, hogy nincs baj. Ugyanis ekkor mondott le a frakcióvezetői posztjáról Schiffer András. Tartott is gyorsan egy válságértekezletet az LMP frakció. A frakcióvezető személyéről nem esett szó ezen a beszélgetésen, és nem is ezt tartjuk az elsődleges kérdésnek. Sokkal fontosabb az, hogy kialakítsuk azokat a belső mechanizmusokat, amelyek kevésbé örlik föl a képviselők lelki békéjét, mint az elmúlt másfél évben. 2012-ben egy egyetemi fórumon azt mondta, jobban utálja a szocikat, mint a Fideszt. Meg hogy azért támogatta az együttműködést, hogy kihúzza a szocik seggéből az összefogást. Legalább egyszer őszinte volt. Még ebben az évben előugrott a sötét sarokból Bajnai Gordon, és megalapította az Együtt 2014 választási mozgalmat, majd megkörnyékezte az LMP-t, mint lehetséges szövetségest. Násztáncával végleg megosztotta az ökopártot, amelynek novemberi kongresszusán a legfőbb téma Bajnai hívószava volt. Hát biztos, hogy az Orbán kormányt le kell váltani, erről nincs vita az LMP-n belül. Az a kérdés, hogy az LMP-nek milyen stratégiát kell ahhoz folytatnia, hogy ezt leginkább meg tudjuk. Ön áll a jobb oldalon, képviselő pedig a bal oldalon. Ez nézőpont kérdés. Nem, most körül megcsináljuk, akkor egyből megcsinálódik a helyzet. Még viccelődni is volt kedves Schiffer Andrással a kamerák előtt. Benn már feszkó volt, csak néhány szavazaton múlt, hogy nem engedélyezte a kongresszus a Bajnaiékhoz való csatlakozást. Aztán mégiscsak eljött az LMP kisgazdásodása. A Schiffer és a Jávorszárny 2013 elején újra összecsapott, amiből nem maradt ki Kari Geri sem. Ahhoz regisztrálnom kell, hogy legyen tétje a kongresszusnak. Elnézést kérek. Ezt megengedjük nyilvánvalóan. Nem sokára ki fog derülni minden. Útlevél jó lesz? Útlevél is jó lesz. Rossz ómen útlevéllel regisztrálni, azóta tudjuk. Karácsonytól arra vártunk választ, lesznek-e kilépők. Nem számítok erre, ugyanakkor azt gondolom, hogy a kongresszusi döntés előtt ezek a dolgokról beszélni teljesen értelmetlen, úgyhogy ha megengedik... De miért értelmetlen? Hát szeretnénk tudni, mi van a háttérben. Nincsen háttérben semmi. Ez egy párt, amely demokratikus vitákat vív meg. Ön szerint kinek áll érdekében, hogy ketté szakítsa az LMP-t? Majd a voksolás ismét azt az eredményt hozta, hogy nincs közösködés Bajnaival. A nyolcak, vagyis a párton belüli párbeszéd platform tagjait csak kibökték,
mi lesz a jövőben. Nyilván az elmúlt napok politikai vitáiban már nem kezeltük tabuként azt a lehetséges opciót sem, hogy elhagyjuk a pártot. Az biztos, én egy dolgot mindenképpen szeretnék elkerülni, hogy egy olyan elválás legyen, amiben egymásnak további sebeket okozunk. A kongresszus másnapján egy 8. kerületi kocsmában találkoztak a srácok. Mintegy 70-en kiléptek a pártból, köztük a 8 országgyűlési képviselő, így Karácsony is. Egy olyan új pártot szeretnénk, egy olyan szociálisan érzékeny a társadalmi igazságosságot képviselő, tehát ebben az értelemben baloldali zöld pártot, amely képes az ökopolitikai értékeit Magyarországon hatékonyan képviselni. Azt sose tudtuk meg, mik a jól hangzó ökopolitikai értékek. Csak az ellenzéki káosz látszott. Gyorsan pártot alapítottak és összebútoroztak az együttel. A PM aktivistáit nagyon zavarta, hogy Bajnai Gordont mindenhol libákkal várták a demonstrálók a kampánykörút alatt. Találtak is valakit, aki azt vallotta, hogy pénzt kapott érte. Majd ugyanez a férfi azt mondta, a PM fizette le, hogy ezt állítsa. Egy újabb videó következik. Az egyik videón szereplő fiatalember azt állítja, hogy 10 000 forintot kapott azért, hogyha azt mondja, hogy 5 000ért részt vett a bajnai ellenes tüntetésen. Hallgassuk meg, hogy mit mond most a fiatalember. És akkor mondták azt, hogy akkor nem mondanám ezt el, pénzért nem mondanám ezt el. Hát mondtam, hogy mennyiért, és akkor mondták, hogy ez egy pár perc lesz, egy pár perc forgatás, és akkor ezt felveszik. És akkor én ezt elmondtam. És amit ők mondtak, én azt mondtam, és az egyik producer kérdezett tőlem, és én arra válaszoltam. Mit szól ez a nyilatkozathoz? Fizettek ennek a fiatalembernek? Természetesen nem, és örültem volna, ha bejátszak azt a videót is, ami mi osztó nyilvánosságról. Ugyanaz a fiatalember egyébként sokkal spontánabb beszélt helyzetben arról beszél, hogy a polgármester 5000 forintot javasolt azoknak, akik elmennek a tüntetésre. Most azt mondja, hogy most nem állít igazat a fiatalember, amikor azt mondja, hogy 10 000-et kapott azért, én hogy azt mondja, amit mondja, de akkor a korábbi nyilatkozata miért lenne igaz? Ez egy jó kérdés. Hiába védték Bajnait, az gyorsan kiderült, a kormányváltáshoz összefogásra van szükség, és ebbe be kell venni Gyurcsányékat, az MSZP-t és a liberálisokat is. A tárgyaló delegáció tagja volt Karácsony Gergely is, mint a PM társelnöke. Az, hogy a politikai mezőben különböző szereplők között milyen alkuhelyzet alakult ki, és az, hogy mi azt gondoljuk, hogy az a megállapodás, amit tavaly augusztusban kötöttünk a Szocialista Párttal, az felülírta az élet, mert a DK-t nem lehetett kihagyni ebből az együttműködésből, a saját szavazóink érték rajtunk számon, hogy a DK-ban miért nem állapodunk meg a kormányváltás érdekében. Ez szerintem nem egy elvi politikai kérdés, ez egy taktikai kérdés. Gyurcsányt csak unikummal tudták lenyelni, de azért sikerült. Azt elismerték, hogy ezen csak piával tudták túltenni magukat, de hiába fogtak össze, nem sikerült. Karácsony bukott politikus lett a 2014-es országgyűlési képviselőválasztás után. Azt fontolgatta, végleg kiszáll a politikából. Az országgyűlési választások estéjén még együtt szurkoltak Bajnai Gordonnal a Párbeszéd Magyarországért vezetői. 3 nappal később azonban bejelentették távozásukat. Május 25-i hatállyal lemondunk. Döntésüket Karácsony Gergely azzal magyarázta, hogy a választáson olyan súlyos vereséget szenvedtek, ami miatt újra kell gondolniuk a párt stratégiáját. Azt jelenti, hogy azt a politikai felelősséget, amit viselünk, azt annak tudatában vagyunk, azzal is tudatában vagyunk, hogy gyakorlatilag minden, amit szerettünk volna érni, abban nagyon kevés valósult meg, és akkor most finoman fogalmazok. Valóban nem volt elsőprő a siker. Az új parlamentnek már csak egyetlen PM-es tagja lett. Jött az őszi önkormányzati választás. Karácsony Zuglóban indult, és tudott is nyerni, mint polgármester jelölt. A politikus szerint a zuglói végeredmény azt is bizonyította, hogy a baloldal, ha jól politizál, képes visszaszerezni a választók bizalmát. Egy elképesztően durva negatív kampány folyt ellenem, és azért is örülök ennek az eredménynek, mert az azt is bizonyítja, hogy az embereket nem lehet félrevezetni. És az azt is bizonyítja, hogy az emberek mégiscsak a jó szóra szavaznak, és nem arra a rágalom hadjáratra, amit a Fidesz orbaszájba nyomott minden felületen, ami csak hozzáférhető volt. Hát persze, hogy mindenért a Fidesz a hibás. Geri látványosan visszavonult az országos politizálástól, és még látványosabban tette a semmit Zuglóban. Nem mi mondjuk, a zuglóiak.
Karácsony egy idő után megunta a remete életet, és a miniszterelnökségre tört. A szocik éppen eltakarították Botkát, üresedés volt a bal oldalon. Még dalt is írtak neki, magukat függetlennek valló zenészek. Előbb csak a PM miniszterelnök jelöltje volt. Akkor készült ez a hangfelvétel, amelyen véletlenül megint őszintén beszélt. Alapvetően az a kérdésem, hogy faszéltam magam rá beszélni erre a miniszterelnök jelöltségre, de sokkal többet jobb lett volna, hogyha el sem kezdve. Annyi hatásra volt, hogy a PM felmegy múlva számára egyre, ennyit tudtuk elérni ezzel. De sajnálom, tényleg nekem van egy főállásom, ami egyébként önmagában egy kibaszott politikus tesz. És karácsony számára a lehető legrosszabbkor a választási kampány hajrájában szivárgott ki. Igaz, akkor már az MSZP párbeszéd közös miniszterelnök jelöltjévé választották. Nem elég, hogy utálta a szocikat, de még miniszterelnök jelölt sem akart lenni. De még az sem volt baj, hogy fel kellett rúgni a választási együttműködést Juhász Péterékkel. De sikerült gyorsan szocivá alakulnia. Az MSZP évadnyitó rendezvényén már úgy beszélt, mintha Kovács Laci bácsi örököse lenne. Hova lett az a fiatal demokrata? És ki ez a vén despota itt a tükörben? Karácsony Gergely akkor azt állította, többen vannak az országban azok, akik az Orbán kormány leváltását szeretnék, mint azok, akik kitartanak a kormánypárt mellett. A változáshoz viszont összefogásra van szükség. Hiába van a Fidesz kisebbségben, a legjobban szervezett kisebbség. Nekünk az a dolgunk, hogy a változást akaró emberek szövetségét létrehozzuk. Nekünk az a dolgunk, hogy megszervezzük a többséget. Orbán Viktor egyszer azt mondta, hogy a haza nem lehet ellenzékben, én azt mondom önöknek, a többség nem lehet ellenzék. Az ellenzéki összefogás létrehozásáról konkrétumot végül egyik politikus sem mondott az eseményen. Majd jött a kampányító. Az MSZP párbeszéd közös miniszterelnök jelöltje nem jött új gondolatokkal, csak a Fideszen verte a laport. Szerinte a kormány nem foglalkozik az emberekkel. Azért akarunk választási szövetséget kötni, és azért beszélünk a változásról, hogy végre legyen a magyar embereknek valódi kormánya, hogy ne csak uralkodjanak a fejük fölött, hanem legyen egy olyan kormányuk, akik nap mint nap azért dolgoznak apró és szorgos munkával, hogy Magyarországon jobb legyen a magyar emberek élete. A politika az nem valami fajta légvárépítésről szól, nem üres ígéretekről. A politika egy munka, és a politikusok szolgálók. Nem a magyar nép a kormány szolgálja, hanem a magyar kormánynak kell szolgálnia a magyar népet. Karik Geri hirtelen annyira bebalosodott, hogy még a szocik nőnapi konferenciáján is részt vett. Én azt szeretném önöknek mondani, hogy a nemzetközi nőnap az március 8-a, nekünk, magyaroknak április 8-a lesz az igazi nőnap. Karácsony Gergely családjában is nehezen viselték az eseményeket. A politikus békemeneten is résztvevő bátyja az Echo TV-ben beszélt öccse politikai szerepvállalásáról. Az öcsémmel nagyon másképp gondolkodunk a világról, a politikáról, bár én nem vagyok politikus, nem vagyok egyetlen pártnak sem tagja, és a családunk története, a családunk ilyen jellegű háttere, ebben, hogy mondjam, nagyon eltérünk. De amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy nem a Gergő kampányát akarom meghekkelni vagy megtámadni, hanem csak el szeretném én is mondani, mint egy választópolgár a véleményemet erről a mai világról. Hiába volt kerti parti hangulat a szocik eredményvárójában, az örömünnep elmaradt. A vezérkar sokáig elő sem merészkedett. Egy szomszédos étteremben nézték, ahogy a Fidesz ismét kétharmaddal nyer. Nyilvánvaló, hogy az eredmény messze elmarad attól, amiben hittünk, amiért dolgoztunk. És nyilvánvaló, hogy nagyon jó szívvel gratulálna a vesztes, a győztesnek. De sajnos Magyarországon ezt nagyon nehéz megtenni. És nem azért, mert kicsinyesek vagyunk, hanem azért, mert pontosan tudjuk azt, hogy mi minden van abban a győzelemben benne, amit most a Fidesz learatott. Hogy mennyi hazugság, hogy milyen médiatúlsúly, milyen választási szabályozás. A vereség után lemondott az MSZP vezetése is. Ekkor azt gondoltuk, Karácsony újra visszavonul Zuglóba, de nem. Óvatosan bejelentkezett az EP lista vezetőjének,
aztán mindent letagadott. Nagyon hiszek a szociális Európában, nagyon hiszek a szociális demokrácia Magyarország és európai terjesztésében, és egy olyan kampányt szívesen tudnék támogatni bármilyen szinten, ami ezeket a szociális kérdéseket feszegeti, és az Európai Unió jelenlegi működésével kapcsolatos kritikákat sem rejti végre alá. Azt gondolom, hogy egy ilyen típusú kampányt érdemes lenne csinálni a magyar baloldalnak. Aztán azzal vádolt a tévénket, hogy kiforgattuk szavait, pedig nem. Később azon gondolkodott kicsit, hogy mi nem volt még. Majd felcsapta noteszét, és rájött, hogy a főpolgármester jelöltség se rossz ötlet. Én nem az a politikus vagyok, aki a saját döntései kapcsán a saját szempontjait helyezi az előtérbe. Nem az a politikus? Nem, nem. Ha az a politikus lennék, akkor azt gondolom, hogy egy csomó mindenben talán másféleképpen léptem volna. Bocsánat, az a politikus vagyok, aki részt akar venni ennek az országnak a megváltoztatásában, és hogyha ez úló polgármestereként csinálom, nekem az is egy óriási megtiszteltetés, és nem azért indulok el, csak akkor, hogy pontosítsam az előző mondatomat, nem azért indulok el a főpolgármester választáson, mert nem vagyok elégedett azzal, hogy egy nagy kerület polgármester lettek. Ez számomra óriási megtiszteltetés, egy ennél nagyobb feladat még nagyobb megtiszteltetés, és egy ennél kisebb feladat is az lenne. Jelenleg Google polgármestereként azt gondolom, hogy én egyébként a helyemen vagyok, de ha választópolgárok támogatnak abban, hogy ott Alós István kívülről legyek, akkor és csak akkor lesz a... Hogy Geri mit akart, azt csak ő tudja, de ismét veszélyes terepre tévedt. Jó esetben majd csak a nyár végén lesz majd egy olyan név, akit a balliberálisok támogatnak majd főpolgármester jelöltként. Ez egy nagyon hosszú idő, nagyon késő, hiszen az önkormányzati választás az majd októberben lesz. Hogyha a nyár végén, ősz elején tudnak majd valakit megnevezni a balliberálisok, mint egy potenciális főpolgármester jelölt, akkor könnyű kiszámolni, hogy csak pár hónap lesz a kampányra, pár hónap lesz arra, hogy ezt a politikust felépítsék majd, mint egy hiteles alternatíva, és ebből fakadóan nagyon komoly időveszteséget jelent az előválasztás. Ahelyett, hogy most döntenének ezek a pártok, megegyeznének valamilyen alkúban, valamilyen egyességben. Karácsony Gergelyben az a legnagyobb probléma számomra, hogy nem tudom, hogy mit szeretne. Tehát ő ilyen éjjamának politikus. Tehát amiről már beszéltem, hogy olyan karakter, hogy az adott pillanatban felismeri azt, hogy mi kell a népnek, hol jó, hol tudja kamatoztatni leginkább a saját pártjának a... Hát nem tudom, hogy teljesítményét, mert igazából ezt nem lehet egy 1%-os pártról elmondani, hanem a saját karakterét hol tudja kamatoztatni. Hogyha az LMP-ben úgy gondolja, hogy ott, akkor ott. Hogyha egy másik lehetőség adódik, és jobb az LMP-nél, akkor átmegy az Együttbe. Hogyha az Együttet már veszni látja, akkor mintha az MSZP egy kicsit erősebb lenne, akkor sodrodjunk oda. Tehát olyan érdekvezérelt embernek tűnik, és a kommunikációja, mondom, hogy teljesen első osztályú, tehát nagyon nehéz őt lebeszélni apástról. Néhányszor volt alkalmam vele közös műsorban szerepelni és kérdezni őt, és el kell mondanom, hogy a dumája az első rangú. Csak mondom, hogy a teljesítmény az valahogy nem jön. A pártjának sem. Karigeri azonban egyből szembe találta magát a folyton parkolópályára tett Horváth Csabával. Lehet ezen persze jelcelődni, hogy én már 10-15 évvel ezelőtt láttam azt, amit ma már szívesen megvalósítanak Nyugat-Európában, de higgy el, hogy egy politikus arc különbözteti meg mondjuk egy átlag embertől, hogy látunk olyat, amit ők akkor még nem, és hajlandók vagyunk ebbe víziót alkotni, és hajlandók vagyunk ezért cselekvésként nap-nap dolgozni. Csomó mindenről nem tudtunk beszélni, például mi alapján fognak dönteni a választók. Ön azt mondta, hogy 90%-ban megegyezik a programja Karácsony Gergely, akkor ez egy szimpátia szavazás. Igen, a helyzet az, hogy Karácsony Gergely egy interjút adott a HVG-nek, és abban örömmel látom, hogy a programomból számos elemet idézett, ami jó, mert nem vagyunk egymástól távol. Ugyanakkor nyilván én még Karácsony programját nem láthattam, mert hogy ezt majd ezután fogja bemutatni. És mondta. Hát azért minden esetre egy ítéletet mondott önről Karácsony Gergely, nem azt mondta, felületes ígéretekkel nem fog hülyét csinálni magából. Nekem nincsenek felületes ígéreteim, tehát én csak olyan vállalást teszek, amihez van politika és van szakmai háttér. Gigászi küzdelem lesz az előválasztás, az biztos. Nem sokára mutatunk egy másik jelöltet is. Most tartunk egy kis szünetet, és ezzel jövünk vissza. Miről szólnak azok a cikkeim,
amelyek miatt a bíróság elé cipáltak engem. Miről? Hajdú Péternek a személyéről. Hajdú Péterről, mint magánemberről. Az LMP-nek a közvetlen riválisa a Jobbik. Ez a Simicska Lajos, ő volt az első igazi vérbeli jobboldali oligarha. Ne menjenek sehova!